Sziasztok srácok, én Veszti vagyok, ti pedig az FSTV-t nézitek. Próbáljunk megint ki egy kis Don't Starot. Bár most kezd egy érdekes véleményem lenni erről, pontosabban a rendszeréről a Don't Starnak, de ezt mindjárt kifejtem nektek. Mindennek előtt, amíg betöltődik a játék, addig annyiról szeretnék beszélni, mint hogy láttátok, a héten nem nagyon voltak videók, egy volt csak, vagy esetleg kettő. A helyzet az az, hogy nagyon sok minden jött össze. Esküvő utáni újra lábra állás, ez így két nap alatt történt meg. Állásinterjúk, szóval nagyon-nagyon sok minden történt, és egész egyszerűen nem volt rá időm és energiám, hogy emellett még videók készüljenek. De ez természetesen így helyre fog állni szépen lassan, és megint fognak jönni. Úgyhogy ezt mindenki nézze el nekem, ez a hét az éppen így alakult, ez van. De ez nem egy állandó állapot. Visszatérve viszont a Don't Starve-ra, ugye láttátok, hogy én Maxve ajtaján többször is bementem már, és mindannyiszor sem is elpusztultam nagyon hamar. De most a helyzet az, és a problémám az ezzel az egésszel, hogy akkor most tulajdonképpen bárhányszor bemehetek ide, tehát gyakorlatilag, hogyha bárhányszor bemehetek az Adventure Mode-ba, az azt jelenti, hogy nem tudok meghalni a játékban, mert idekint addig nem telik az idő. Tehát nekem ez valami nagyon fura, pont egy túlélős játékban ilyen módon nem lehet meghalni, hogy folyamatosan az Adventures módba kalandozok. Jó, persze, ott meghalok, de utána ide kerülök és folytathatom a játékot. Szóval nem tudom, nekem ez a rendszer egy kicsit fura. Én inkább úgy csinálnám, hogy ha az ember bemegy Maxwell ajtaján, és nem sikerül neki, akkor mondjuk eltűnjön az az ajtó, és csak egy új világban próbálkozhat, vagy valami hasonló. Szóval innen még nem áll össze a kép, nekem őszintén mondom, nem érzem teljesen a fantáziát ebben a koncepcióban. De menjünk be, próbáljuk ki, meg végül is ugye ez lenne az igazi játék. Nézzük meg, hogy most milyen világot kapunk. A Cold Reception. Itt még sose voltam, szóval ez is teljesen új lesz nekem. De mindjárt meglátjuk, hogy mit tartogat nekünk a jó öreg Maxwell. Ugye itt van a Divining Rod, és egy Axe. Rendben van, úgyhogy minden egész normálisnak néz ki. Vágjunk egy kis fát. Úgy látom, hogy az éjszaka-nappal ciklus az ugyanúgy működik itt is. Úgyhogy ennyi segítségünk van. Úgy néz ki, nincsen minden tele szörnyel. Hát nem pontosan tudom, hogy mire várjak ebben a világban. Kíváncsian várom, hogy mivel szolgál nekem a játék ismételten. Ez most egy ilyen elég standardnek tűnik. Pont ezt nem akartam. Jé, hogyha megnyomjátok a egyes gombokat, akkor felveszi azt a tárgyat a játék, amiket megnyomtatok. Én ezt nem is tudtam. Szóval pár embernek a segítség lehet nekem bizonyosan. Tehát ha így megnézem a térképet, akkor az is teljesen rendben lévőnek tűnik. Annyi, hogyha most elfogy a baltám, akkor abból problémák számozhatnak. És kaját sem nagyon találtam eddig. Hát ez a testnél az eső is. Ez most egy véletlen egybeesés, vagy nem? Értem, hogy mi itt a probléma. Hát nem, meg sem értem, hogy mi itt a probléma. Mindegy, tápáljuk egy kicsit a tüzet, hogy ne aludjon el. Azt akartam mondani, hogy az itt a probléma, hogy nem fog tudni újabb tüzet rakni, de ez igazából nem igaz, mert bármikor tudok itt tüzet rakni. Viszont akarom rohanni, gyorsan táplálni a tüzet, igazából ezt itt is hagyhatjuk, nem tudom, hogy miért egy kézi tűzzel kezdtük ezt a játékot. Most a kovakő hiány az zavar, abban nagyon gyorsan belehalhatok, mert 70%-ban van is baltám, és hogyha annak vége, és nincsen tövem, akkor nem tudom fát vágni, parparaparam, tudjátok, hogy néz a dolog most már mindenki edzett veterán ebben a dologban. Szóval baromira elkezdett esni az eső, én ekkor esőt nem is láttam. Valószínűleg most az lesz a téma, hogy elkezd esni az eső és sose hagyja abba. Ennek azért túlzottan nem örülnénk őszintén szóval. De hát, ha valahogy meg tudom oldani ezt a problémát. Igen, ez az eső, ez ilyen teljesen irreálisan esik. Így vélem felfedezni az első bonyodalmakat ebben a világban, de lehet, hogy egy tévedek, mert egy kicsit alább vagyok volna. Úgyhogy nem tudom, hogy mit várjak. Én direkt nem néztem utána a játéknak, szeretem azt, hogyha nekem meglepetéseket nyújt, ezzel nekem semmi problémám nincsen. Úgyhogy majd szépen itt együtt kitapasztaljuk, hogy mire kéne figyelni. A múltkori játék után elég sokan
írtátok, hogy mit kellett volna csinálni, hogy kellett volna csinálni. Hát ezt egyrészt köszönöm szépen, másrészt viszont egy kicsit le is lőttétek ezzel a dolgokat, de igazából semmi baj nincs, mert úgyse játszom mostanában. Úgyhogy vágjuk a fákat, fölkészülünk arra, hogy megrakjuk szépen a tüzet, amikor arra szükségünk van, és szerintem eddig nagyon behallatszottak az egér kattintások, mert rossz helyen volt a mikrofon. Ezt nézzétek el, nekem vissza kell rázódni a kerékvágásba. Vajon tudunk-e? Nem, sajnos kovasz továbbra sincsen, vagy nem is tudom mi ez, tehát kövünk az nincsen, és ebből a kőből tudnánk szerszámokat csinálni. Hát remélem nem ez lesz a trükk ebben a világban, hogy nincsen szerszám az egész játékban, mert őszintén szólva, akkor nem tudom, hogy hogyan tovább. Igen, nem sokára megint a sötétség. Ez semmi baj nincsen, ez még csak a korai éjszakai sötétség, addig mi simán tovább kalandozhatunk. Most ugye jobban megnézem, akkor csak nyulakat láttam, és semmilyen... itt vannak a kováim, de van itt répa is. Tehát igazából van minden, nem értem, hogy minek van hiánya. Pedig valami történni fog, mert ez egy adventure mód. És az adventure módon mindig valamilyen turpisság történik előbb-utóbb, úgyhogy nem értem egyelőre. Mindegy, én begyűjtök mindent, amit csak kell. Akkor már nagy baj az nem lehet. Egyébként nem sokra újabb update érkezik a játékhoz, az utóbbi update-ben már pontosan nem tudom, hogy mit adtak ki. De úgy látom, hogy frissítik még mindig, ahogy csak tudják, ami ugye egyáltalán nem egy elhanyagolható dolog, foglalkoznak a készítők a játékkal, úgyhogy ezért is érdemes megcsekkolni bárkinek. Steamen elég sokszor leszokott árazva lenni, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor ott nyugodtan felkaphatja és játszhat vele. Szerintem egy ilyen 1000 forintos, 1200 forintos leárazásban, mint ahogy azt hiszem én is vettem, ráadásul talán kettőt vettünk így, tehát ilyen, hogy is mondjam, egy cigi ára, vagy egy boros kóla ára, vagy nem tudom, hogy kinek mi a mérce ilyen szempontból. Ez simán megéri, abszolút, szerintem abszolút egy igényes, jól átgondolt darab. Úgyhogy mindenki gondolja meg, hogy esetleg megcsekkolja. Persze a ingyenes internetes boltba is le lehet tölteni, tudom, hogy általában azt szokták csinálni az emberek, de azért néhány készített, néhány játékkészítőt szerintem az ember jó, hogyha megtisztel a pénzével és a választásával. Ugye promó szöveg vége, nem állok velük egyébként semmilyen kapcsolatba, tehát nem fizetnek nekem azért, hogy nektek eladjam a játékot. Egész egyszerűen csak úgy gondoltam, hogy elmondom az én álláspontomat erről az egész kérdésről. És már lassan meg kell raknunk a tüzet is, mivel is mindjárt elindul az éjszaka, és akkor lehet, hogy ott brutális dolgok fognak velem történni. Megpróbálok egy ilyen viszonylag, egyébként tényleg sokat esik az eső, megpróbálok egy ilyen viszonylag nyitott helyre jönni. Hogyha esetleg futni kéne valami éjszakai lény miatt, akkor ebből ne legyen probléma, és körül tudjam rohangálni a tüzet. És ami teljesen nem sötétedik, addig vágunk még pár fát, mert annyi azért nincsen. És hát folytatjuk a játékot. Tovább is kíváncsian várom, hogy mivel lett meg ez a világ. De egyelőre még úgy, ez meg egy ilyen light-os darabnak tűnik, egy ilyen egyszerű próbatételnek, hogy így mondjam. Szóval eljött az éjszaka. Úgyhogy be is húzódok a tüzem mellé. És kicsit táplálom, mert ha elkezdek dumálni valami másra, akkor mindig elfelejtek rárakni bármit is a tűzre, és így az esőben nagyon gyorsan kialszik egyébként. Csak nem akar teljesen sötét menni. Próbáljuk tobozokkal. Ó, basszus, ez mellé ment. Mondom, próbáljuk tobozokkal, mielőtt itt kinyitvalunk. Hát ez semmit nem csinált vele. Akkor csak fával lehet táplálni a tüzet, na most már jó. Hát ez az eső egyébként elég stresszes tud lenni, mert én már sajnos haltam meg úgy, hogy egyszerűen elaltatta az eső a tüzet, nem tudtam újat rakni időben, és megettek a szörnyek éjszaka. Úgyhogy erre azért igencsak oda kell figyelni, de azért megkockáztatok egy favágást itt az éjszaka közepén, miért még itt hóbasszus, miért még itt kialudnak tüzem. Egyébként nem szenvedek ilyen semmiből, lassan azért már kajálni kéne, ezeket a répákat nem sokra betolom, amit összeszedtem. És úgy látom, hogy ebben a világban nagyon sok fára lesz szükség. Ó, itt egy békák. Ó, itt vannak a békák. Ne. Jó, na megint kezdődik. Ezek az estik... Ne, úristen. Na, jó, oké. Most már értem, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy 10 millió béka jön ellenem, és kiesik minden, amivel tudnám táplálni a tüzet. Ezért sajnos nem fogom tudni táplálni a tüzet, éjszaka lesz, és azonnal meghalok.
és igen, tudom, nem tudom. Jaj, most kiesett a fám is, már éljük túl ezt a napot. Áááá, úristen, mennyi béka van itt. Jó, nagyon gyorsan harci felszereléseket kell majd gyártani, ez egészen hihetetlen. Ne, áááá, felgyulladt az összes cuccom, úristen. Újjaj, legyen már nappal. Ah, hála Istennek, és most el fogtok menni, srácok, most hogy nappal van? Vettek vissza a kis odújtokba, viszont látásra. Konkrétan elűztek a kis táboromból, ez hihetetlen. Se kajám, se semmi. Ne. És ezekkel elég nehéz megküzdeni már. Minden honulvá vált, ezért biztos, hogy visszajövök. Meg a tobozért is, és akkor utána elhagyom ezt a terepet. Jó, hát szóval itt kemények lesznek az éjszakák, ez a tapasztalat. Ismételten kemények lesznek az éjszakák. Az összes fámnál van még 13 fám. Nem is tudom, hogy mi esett ki belőlem pontosan. A répa megmaradt szerencsére, úgyhogy gyorsan bekajálom. De... Ne, már megint 20-an vannak, úristen! Rohanjuk, áh, beleakadtam egy fába. Azt a terves, és én itt hogy fogok este tüzet rakni, meg fákat? Jó, ezeket a fákat itt muszáj felvenni, szükség van rájuk. Az a baj, hogy elég nagyokat is sebeznek ezek a békek, és hogyha így az örök időkre követnek engem, akkor semmi idő nem lesz arra is energiám, hogy én igazából fát gyűjtsek, és tüzet rakjak, és túléljek, és ez egészen hihetetlen. Meg kéne őket ölni, de nagyon nagyot sebeznek, és szerintem öngyilkosság lenne most belemenni egy ilyen fájtba. Ha azt a pillangót el tudnám kapni, de sajnos azt a pillangót sem tudtam elkapni. Talán most ne. Felszettem ért a virágot. Ezt a békát, ezzel valamit kéne kezdeni, felvenni a pillangó szárnyat, úgy gyorsan megkajálni. Igen. És utána levenni ezt a pillangót is. Állj meg a valami virágnál. Pillangó, szükségem van rád. Szükségem van a szárnyaidra. Na jó, akkor megpróbálok egy... leszálltak rólam. Úgy néz ki, leszálltak rólam és békén hagynak. Ez egészen hihetetlen. Sajnos nem tele van velük a pálya, tehát fogok találkozni egy újabb csapattal egy kicsit odébb. Jó, oké, most már értem, miről van szó. A poén az az, hogy ha egy béka megüt, akkor kiesik a táskámból valami. Ezt a nagy izgalommal nem tudtam hirtelen elmagyarázni nektek. De akkor most így ezt érezzétek, és hogyha kiesnek azok a cuccok, amivel tudom táplálni az esőben a tüzet, akkor sajnos nem tudom táplálni, ezért kinyitvanok. Szóval ez a szomorú helyzet. Valószínűleg itt falat kell majd építeni, hogyha eljutok odáig, csak az kéne nekem egy science machine. Viszont nem találtam még semmit, amivel a science machine tudok üzemeltetni. Egészen pontosan aranyra lenne szükségem. Mennyi fám van? 11 fám van, kivágjuk ezt itt. Ez igen stresszes, azt kell mondjam. Igen stresszes. Ott egy pillanatban megpróbáljuk elkapni ezt a pillanatot. Ez egészen értetlen. Na jó, akkor megint a space-es csapkodásra fogunk váltani. Nézzétek el nekem, amit most itt művelek. Tudom, hogy megalázom az egész játékot, és alapul így a gamer nemzetéket azzal, hogy ezt a pillanatot próbálom ilyen teljes reménytelenül űzni, és így 6x 4 centit mellé kattintottam, de ez most így jött ki. Ha! Meg vagy haver. Na, jó. Úgyhogy el kell kezdenünk aranyat keresni, és felkészülni az újabb vicces, futkosós estére. Bár esetleg az öreg Abigail tud nekünk segíteni, itt leszünk egész este, hogyha összeharcol a kis békákkal, akkor még jól is jöhetek ki ebből, mert békacombot kapok tőlük. Azt hiszem, ez leviszi a szenitimet, de talán sütve nem. Végülis a franciák is békát tesznek, nem? És ők sem. Nagyon mindegy, ezt visszavonom, nem tudom, hogy ők milyenek. Úgyhogy megpróbálunk békacombot vadászni Abigail-lel. Hát, ha sikerül. És megpróbálunk visszaszerezni az elveszett cuccaimat, vagy legalábbis amiket itt láttam. Igen, ezt az ásót, ezt kerestem. Na, Abigail-kém, munkára fel úgy kéne, hogy valahogy így beterítjük a békákat, te jössz utánom. És akkor ebből az oldalból megközelítjük őket, úgy, és ott, aha, úgy. Na, harcoljatok. Ki fogják nyírni a Abigail-t? Vajon? Meg senkit nem nyírt. Hát ez hihetetlen. Jó, akkor a patch után Abigail-ke használhatatlan lett. Régebben csak átment az ellenfelen, és azzal, hogy átment az ellenfelen, azzal majdnem meg is ölt valakit mindig. Ezért néha jött Abigail, viszont hogyha jött, akkor nagyon-nagyon hasznos volt. Most viszont összeverte 10 béka szegényt. Régebben meg a bölényekkel is elment. Hát mindegy, ilyen az élet, viszont most az eső egy kicsit alább hagyott, ezt a béka kolóniát, ezt ott megjegyezzük, és inkább majd akkor jövünk vissza, amikor már úgy kemény legények leszünk.
addig még egy kicsit pihentetjük ezt a történetet. Gyűjtögetek, amit csak tudok, van 20 fám, az egy időre elég lesz. Kicsit kajás vagyok, és nagyon kevés a HP-m. Úgyhogy erre is ugyanik kell. Majd valószínűleg majd a békákat kéne levadászni. Mert más kaját répán... Ah, itt eszembe répa. Répán és békákon kívül nem találtam. De meglátjuk, hogy hogy sül ki ez az egész. Nem sokára megint éjszaka lesz. Megpróbálok elmenni erről a területről. Gondolom ott, hogyha talán van síkságot, akkor ott nem lesznek békák, mert nem szeretik ezt a száraz környezetet. Múltkor bicikliztem itt a környéken, és a járda közepén valahol a semmiben, tehát ilyen tó vagy bármilyen vizes terület szerintem kb. 10 kilométerre volt, és 2 centire mentem el egy ilyen öklömnyi béka mellett. Nem tudom, hogy hogy került oda, még szerencsére nem lapítottam ki, szerencsétlen. Gondoltam, megosztom veletek ezt a történetet, mert engem teljesen sokkosan érintett. Úgyhogy visszatérünk ide, erre a kis síkságra. Itt is vannak békák, ez hihetetlen, mindenhol békák vannak. Ez egy ilyen béka tanya, ez a map, úgy néz ki. Talán itt, hogyha rakunk egy tüzet, akkor ebből talán ki tudunk könyörögni egy aranyat. Így. Vajon, hogyha így megnyomom ezt, akkor váltják egymást tökéletes. Tehát, ha nyomogatom az egyest, akkor most vált a két eszközöm között, ami szuper jó. Hát ebből csak nitrát esett, megkövet. Ezzel sajnos nem jött túl messzire. Tehát itt a tábor kb. Szerintem elsődleges lesz, mint ahogy egyébként a múltkori világban is. Egész pontosan azért, mert akkor nem tudom bejönni a békák például, hogyha fogom magam, és körbeépítem fallal. Mert ezt egyébként nem tudom meg sem, mert kéne egy arany, hogy egy science machine-t is odarakjak, de azt én nem találtam. Úgyhogy... Elnézést. Most sajnos kivételesen nem éjjel négykor készül a videó, úgyhogy ásig tudom. Ez már csak ilyen. Úgyhogy valószínű, hogyha találok egy science machine-t és tudok csinálni egy falat, akkor szuper lesz minden. Lehet, hogy ez az este csendes lesz. Hogyha egy kicsit beszélek nektek magáról a YouTube csatornáról így az adásnak a végére, arról, hogy mikre várhattok. Ugye láttátok, hogy eddig Smite és Don't Star ment, látjátok, hogy mostában nem voltak Smite videók. Tudom, aki a Don't Star-ot nézi, nem feltétlenül nézi a Smite-ot, és nem biztos, hogy érdekel titeket, de eddig a 8 másodpercet vagy 15 másodpercet szerintem tudtok nélkülözni az életetekből, hogyha nem érdekel a Smite, akkor is. A lényeg az annyi, hogy letörölődött az összes replay a szerverről, ezért nagyon rég tervezett játékaimat nem tudtam újra felvenni. A másik probléma meg annyi, hogy másfél-két óra csak amíg beszélek egy videó alatt, és utána azt meg össze kell rakni, hogyha hosszú videót csinálok. Ha rövidet, az más kérdés, de az aréna az annyira mostanában nem kultiválom, ilyen legalábbis. Úgyhogy erre még gondolkodok, hogy milyen formában jöjjön ezt már videók hozzátok, de lesznek egyébként mindenképpen, ide esett egy béka. Egyelőre még úgy látom, nem tűnik agresszívnek különösen, mert nem tűnnek agresszívnek a békák, inkább azért el is futok. Tehát így potyognak valahogy az égből a békák. Tehát nyilván Smite és Don't Star videókat még láthattok, visszatérve a témára. És új játékok is fognak jönni. Hogy ez hihetetlen, mi történik. Tehát béka eső, egyébként vannak béka esők, vannak a világban is béka esők. Valahogy milyen monstrumok, hogy valami eső, hogy felkapnak ilyen mocsorakból békákat, és azok potyognak. Nézzétek utána, nagyon beteges, nagyon durva. Na mindegy. Tehát, és lesznek új játékok is. Most azokat meg nem mondom el, hogy micsodák, még gondolkodom egyébként, hogy pontosan mik legyenek, de ez is várható szerintem a jövő hét elején. És jövő hét elejétől újra ilyen maximális fordulattal fog egyébként menni a csatorna, ami azt jelenti, hogy 3-4-5 videó hetente fog jönni, az biztos. Inkább 4-5, mint 3. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy hallgattatok, legközelebb találkozunk, most már nem sokára. És én Veszti voltam, ti pedig az FSTV-t néztétek. Sziasztok!